Üdvözlök mindenkit újra. Nem tudom, mennyivel lett jobb. Remélem, hogy jobb lett. Én kicsit állítgattam rajta. Ha nem lett jobb, akkor... hát akkor ezt elhalasztom. És vagy lesz egy beszélgető stream, mert akkor ugye a hang az, azt mondtátok, hogy jó volt. Ha pedig... nincs erre a beszélgető streamre igény, akkor pedig legközelebb megpróbálkozom más beállításokkal. Még mindig laggol egyébként? Most jó? Na, hát akkor jó. Akkor csinálok egy olyat, hogy megosztom a live-ot Instagramon, és akkor várok még egy 2-3 percet, addig, ha van valami kérdésetek, akkor azt tegyétek fel, és én válaszolok rá. Még mindig nem jó, vagy jobb. Egyébként nem tudom, hogy mondtam-e már, de szerintem nem mondtam, hogy Asphalt 8-al fogok játszani, amiből, hogyha szeretnétek következő részt, akkor lájkoljátok ezt a, vagy dobjatok egy lájkot erre az élőadásra. Egy pillanat, és akkor aztán kezdhetjük szerintem, ahogy látom már a moderátorok is megérkeztek, legalábbis egy kezdő közülük. Hogy vagytok? Jó vagytok? Minden rendben van? Egy pillanat is meg vagyok az Instagram sztorival, és akkor... Csak reméljük, hogy nem romtom el ott, hogy... Tehát remélem az a link lesz, aminek ott kell lennie. Nem egy másik videóm. Jó, és akkor beillesztem még a linket, és elvileg jó. Jó bulást, Zita. Hamarosan kezdek egyébként, és üdvözlök mindenkit még egyszer, akik most érkeztek volna. Jelenleg 5 nézőnk van, ha valakit érdekel. Én nálam egy perc múlva negyed van, úgyhogy szerintem negyedkor fogok kezdeni. Na, cségé, mert nem beteg. Örülünk neki. Na, hát nálam már negyed van. Reméljük, hogy jól fog menni a képernyő felvétel. Jó, most tudom, az OBS-t látjátok, de most már itt vagyok bent a játékban. Úgyhogy, play. Csak mielőtt mégis csak play, akkor visszaváltok még az én kamerámra, mert kapcsolok egy kis zenét. Egy pillanatot kérek. Szóljatok, ha hangos lesz a zene. Most tudom, még hangos, mindjárt lejjebb húzom. Na, valahol itt jó lesz körülbelül.
közben olvasok egy-két kommentet, vagy amit ugye ide a chatbe írtatok. Pete azt írta, hogy király, minden közelednek így most az ünnepek, aminek egyébként nagyon örülök. Én is. De a bevásárlások szörnyek. Hát szerintem ebben egyetértünk. Isten, hogy vagy? Helyzet? Jól vagyok, köszönöm, és minden rendben. Na, Daniel, kész a light setup. A következő videóját egyébként várjuk, és akkor megnézzük, hogy milyen lett az a light setup. Jó, én azt mondom, hogy kezdjük el. Na várjatok, szerintem kicsit hangos a játék, legalábbis nekem az, úgyhogy én húzok rajta le egy picit. Na valahogy itt jó lesz, mert annyira a sound effektek azok, minket szerintem nem érdekelnek. Én egyébként a zenét a játékon belül teljesen lehúztam. Eddig nem játszottam sokat ezzel a játékkal, itt gépen legalábbis, telefonon igen, de itt gépen egy versenyt mentem még csak, úgyhogy mondhatni ez teljesen friss. És akkor, ha szeretnétek, ebből csináltunk egy sorozatot. Nem hallatszik a zene? Mindjárt segítünk rajta. Na, valahol itt jó lesz. Na most talán jobbnak kell lennie. És akkor hadd menjem. Ha netán elhallgatnék, az azért van, mert nem vagyok ahhoz hozzászokva, hogy gameplayt csinálok, és ez nekem nagyon új még, tehát hogyha akármilyen baki, vagy valami olyan, ami nincs rendjén, olyan történik, hát azért elnézéseteket kérem. Megelőzzük az ötödiket, és akkor... Na... Tetszik, hamar az első helyre fogunk kerülni. Ádám kérdezi, milyen kocsaim vannak. Hát ez az alap, mert mondom, hogy nemrég kezdtem el a játékot itt a gépen. Mondom, hogy telefonon már régenben többet játszottam. És elsők lettük, jó, mondjuk 6-ban az annyira nem volt nehéz. Közben bármi kérdésetek van, vagy van valami sztoritok, bármi, akkor ezt nyugodtan írjátok le a chatbe és felolvasom. Menjünk erre, ha bár erre hosszabb lesz, nem mindegy. Illetve ha bármi pozitív kritikát tudtok írni a streammel kapcsolatosan, azt is szívesen fogadom, hogy miben lehetne jobb, és akkor következő alkalomra változtatok. Ezen a dolgon. Következő streamre igyekszem jobban megcsinálni, hogy ne lagoljon, vagy se ne szaggasson. És akkor hát, ha első nekifutásra össze fog jönni. 80 vagyunk. Mikor ahogy elnézem, hoppá. Na igen. Most már biztos nem leszünk így elsők. Ha bele? Jó, akkor nincs baj. Látom, picit még szaggat. Na, ezt következő alkalomra igyekszem kijavítani. Ha valakit érdekel, milyen zenék mennek a háttérben, akkor az írjon is majd a leírásba, live után berakom a linket, ahonnan ezt a playlistet, vagy hát ezt a Ez egész, ez egy egyórás összeállítás, és ezt majd, ha valaki igényli, akkor lerakom a leírásba, és akkor onnan meg tudja nyitni. Hány megabit streamelek? Nem tudom most pontosan, talán 2000-rel. Majd megnézem. Jó. Egyébként, aki játszik ezzel a játékkal, és van valami sztoriája ezzel a játékkal kapcsolatosan, az is nyugodtan írjon.
Mindjárt megnézem, egyébként kérdezzétek, milyen kocsim van, mindjárt nézem. A játék ingyenes, mind Androidra, mind iPhone-ra, illetve most már akinek macOS-a van, azzal tudja tölteni, az új rendszernek köszönhetően, ezért tudom én vele én is, ezért tudok vele én is játszani. Jó, nézzünk szét a kocsik között. Hát, hogyha van valami, akkor tuningolunk, meg megnézem, hogy milyen kocsim van, mert ugye, ahogy mondtam, kérdeztétek. Mindegy. Régen játszottam már egyébként a játékba, úgyhogy ha nem találom benne a helyem, az azért van. Nem. Mindjárt megtalálom, merre vannak azok a kocsik, amik olcsóbbak. De vannak itt drága autók egyébként. Ezek nem olyan drága, tehát nem tudom, kinek van ilyen drága autó, de biztos, hogy nagyon sokat kell játszani érte, hogy ezek meg legyenek neki. Menjünk vissza fel az. Ja, hát persze, na igen, ilyen kocsim van, ez az. Elnéztem, elkategóriás kocsikat néztem, hát azok persze, hogy drágák. Egy Dodge Dart GT a jelenlegi autó, amivel mentem. Azt mondja play out. Na, jó, legyen neki. Megnézzünk egy hirdetést, nem nagy dolog az. Csak azt inkább szerintem kivágom, hát nem kivágom, hanem... Addig lehúzom az asztali hangerőt is, amíg megy a hirdetés. Nem, amiket az előbb néztünk, azok nincsenek meg. Elnéztem, A kategóriás kocsikat néztem, azt hittem, hogy ezek az alapok, tehát a D kategóriás, de nem. Egyébként, ha lennézek, az azért van, mert lenne van a telefonom, amiről a chatet nézem. Pillanat. Jó, a hirdetés, ha minden jól megy, lement, és a kocsit is megkaptuk, ami több dolgot is jelent számunkra. Mehetünk más versenyekre is, illetve lesz egy jobb autónk, ha minden jól megy. Jó, akkor nézzük, mit tudunk tuningolni rajta. Jó. Hát akkor legyen itt rá, azt mondom. Na akkor mindent most feljebb viszünk egy szinttel. És hát upgrade-elünk. Jó. És akkor most már mehetünk több versenyre is, ahogy mondtam. Jó. Jó. Na hát menjem. Kérdeztétek. Igen, Dani, a CPU usage az ultra fasten van. Az előbb csak fasten volt, azt hiszem, egy picit volt feljebb. Igen, Ádám, kaptam egy Audi R8-at. Hát most úgy tudtam ezt, hogy volt egy ilyen egynapos speciális ilyen, hát nem tudom minek mondjam, akciójuk, ez az a legjobb szóra. És ez volt az, ami miatt meg tudtuk szerezni. Most ezt a kocsit mutatni, hogy egy fél percig néztünk egy hirdetést, legalábbis ti nem, mert átkapcsoltam, ne legyen belőle probléma. Hello mindenkinek, aki itt van. Különösen köszöntöm az osztálytársaimat. Igen, egy... volt egy kérdés, amire nem válaszoltam. Zita tette fel a kérdés, hogy milyen a gépem. Egy MacBook Air, amiről jelenítsem a streamet. Tehát egyébként az Asphalt 8-at az simán le lehet tölteni egy MacBookra, aki frissítette az új rendszerre. Az már letöltheti, bocsánat. Windowson szerintem megoldható, azt nem tudom pontosan, hogy hogyan.
De ha valakit érdekel, akkor az YouTube-ban biztos talál róla videót, hogy letölthető. Erre a kérdésre nem tudok válaszolni. Hello mindenki! Ádám kérdezi, hogy magyarból hanyason van? Ha jól emlékszem, tízesem, ami itt Kárpátalján tízes, tehát aki Magyarországról néz engem, annak elmondom, az egy ötösnek felel meg. Lenne hozzátok egy olyan kérdésem, hogy fennmaradjon a live, de valószínűleg, hogyha sorozat lesz belőle, ami akkor lesz, hogyha a live-on mondjuk meg lesz, vagy hát a streamen meg lesz az 5 like. Tehát fenn fogom hagyni egyelőre a streamet, aztán később ebben lehet leszedem majd. Úgyhogy ha valaki szeretné, akkor visszanézheti. Ja igen, a zene, egy pillanat visszakapcsolom, mert elfelejtettem visszakapcsolni. Lesznek szerintem beszélgetős streamek is, legalábbis gondolkodtam rajta. Ezt még nem döntöttem el, de szerintem lesznek. A szaggatozás dolgot, vagy szaggatós dolgot pedig majd következő streamre igyekszem megoldani. Na jó, menjünk még egy versenyt, és akkor utána egy picit, ha szeretnétek, akkor beszélgethetünk, hogy a live ne csak ebből álljon. Egyébként, akinek kérdése van, vagy valamit szeretne mondani, akkor az a chatre, chatfalra írja le, és szívesen válaszolok minden kérdésre. Nem emulátorra játszok, ahogy az előbb említettem, macOS-ra letölthető ez a játék. Az új rendszernek köszönhetően, mert az új frissítésnek köszönhetően, elnézést. Igen, ezt most megszívtuk, na nem baj. De szerintem lehet emulátorra is játszani, aki Windows-on szeretne vele játszani. Mondom, hogy ezt nem tudom pontosan, hogy Windows-on lehet-e. Ez a Discord. Hát, ha szeretnél benne lenni a live-ba, szívesen megyek. Csak ezt a versenyt még lejátszom. De egyébként utána is szívesen jövök. Vagy megyek. Jó, akkor mindjárt megoldjuk a Discordot. És akkor az egyik moderátorom benne is lesz a streambe. És akkor lesz egy kis beszélgetős része is. Egyébként videó témákat is írjatok, szívesen fogadom őket, mert vannak ötleteim, csak nem sok, és ez is, hát ez is megnehezíti a dolgomat, úgyhogy, de egyébként lesznek videók, mindenkit megtartok, nem fejeztem be, csak egy kis szünetet tartottam, és elmondom, miért volt ez a szünet. Ami nem teljesen szünet, de majd a következő videó, ami szerintem a jövő hét folyamán, vagy még a holnapi nap folyamán fog kikerülni. Abban elmondok mindent, ami ezzel a témával kapcsolatos. Egyébként ti már játszottatok ezzel a játékkal? Vagy esetleg a 9-es, tényleg ugye kijött már az Asphalt 9,
És azért nem azzal játszok, mert nekem a 8-as jobban tetszik. Kipróbáljuk a 9-et is, és valószínűleg lesz arról is videó. Nem videó, hanem stream. Na, elsők lettünk, az jó. Szóval lesz szerintem Asphalt 9-ről is majd stream. De ezt majd még meglátom. Jó. Akkor én átjövök, és átteszem a kamerámat, hogy engem lássatok. És akkor kedves Danit behívjuk a live-ba, mármint úgy behívjuk, hogy feljön Discordon. Úgyhogy a zenét ezt most megállítanám. És akkor egy pillanatot, ha vártok, akkor felhívom. Egyébként, aki nem tudná, ki az a Dani, egy pillanat is elmondom. Tehát ő az egyik osztálytársam, aki szintén YouTube-ra készít videókat. Úgyhogy... Szóval Dani az egyik osztálytársam, aki szintén YouTube-ozik. A csatornájának a neve SDGamer4. SD. SD-t mondtam. SD. Várjál, felhúzom a hangodat. Na csá. Mert ez így hangos lesz picit. Jó, így körülbelül jó. Na, hogy tetszett a stream? Hát ez érdekes volt, nagyon. Annyi, hogy igen, a játék egy kicsit akadozott, de amúgy jó volt. Na, akkor jó, örülök, hogy tetszett. Hány perce megy egyébként? 23 perc, nem valami 22. Hosszú. Hát valami hosszú, de nem baj, még mehet egy fél órát, és lesz egy órás. Ja. Nem tudom, nekem az egyik rekord stream az egy ilyen 2 óra volt, egy 2,5 óra, és utána ilyen full leizzadva, elfáradva, fejfájással és szemfájással jöttem ki. Tehát, hogy azért fárasztja az embert nagyon. Igen. 6 dolog meg kell egyszerre figyelni. Hát igen, igen, a chatet nézni, hogy az OBS-ben minden rendben legyen. A hang viszonylag jó legyen, bár most a hang az szerintem jó volt, nem hallgattam bele a streambe, azt mondták, jó volt a hang. Azt írták, bocsánat. Na, a kérdésem, akik itt vannak, hozzájuk a következő az az lenne, majd a kérdésem, mindegy, hogy legyen-e folytatása, és legyen a következő rész. Lehet, szerintem lehet. Az előbb ugye Dani bocsánat, az előbb kérdezted, hogy a CPU usage az, az ultra fasten van. És a bicsebesség... Streamelésnél? Igen. Tehát azt, ugye, nem mindegy, azt majd live után megbeszéljük, hogy ha valami nem jó, akkor mit lehet hát igen, jelteni? Igen. Mert szerintem annyira nem gyenge a macro stream szépen. Igen, igen. Hát akkor nem hiszem, hogy annyira gyenge lenne, hogy nem bírna el egy streamelést. Jó, hát annyi, hogy a játéknak nem tudom, mekkora igénye van. Ez egyetlen olyan dolog, ami esetleg problematikát. Nem olyan nagy, tehát ha egy viszonylag gyengébb telefon is már tökre jól elfut, akkor annyira nem olyan nagy az igényre, vagy nem hát a gép igénye, bocsánat. Máshogyan optimalizálták, nem mindegy. Hát tehát igen. CBR kódolásnál nekem 2500-on ultra fresztel, tehát hogy ennyi. Uh-huh. De ezt a Full HD-ben streameled? Nem, 720p. Nem, 720p. És ugye nem átméretezett, hanem hanem csak a kimenet is kárázottat átállítottad. Igen, igen. Tehát hogy az alapvászon az Full HD, a kimeneti pedig HD. Nekem mind a kettő, csak sima HD. Na mindegy, ezt majd megbeszéljük most a streamet, nem fogom összele. Na, mások is támogatják, hogy jó, legyen akkor meg. Lesz. Jó, hát úgymond, amikor közben az ember versenyzik, akkor tud nézni a chatet, és így tud beszélgetni, és úgymond valami történik is, de mégis beszélgető stream. Igen, az igen. Az szerintem. Streamekre, ilyen gameplay streamekre, akár lehet témával is készülök majd, és akkor közben. Meg meghívhatsz vendégeket is, nem csak engem, hanem úgy rendes embereket, akikkel lehet is értelmes beszélgetést folytatni. Hát igen, igen. És akkor csinálsz egy podcastot? Podcast az volt tervben. Csak az szerintem nem élő lesz, ha lesz podcast. De meglátjuk még. Hát igen.
Mert pár dolgot le kell tisztázni előtte, amit nem érdemes említeni. Na igen, az az egyik, a másik meg élőben, ha valami olyan van a podcastben, tehát elromtod, érted, azért podcastben szerintem az a legjobb, mikor közvetlen, de ugyanakkor mégis egy picit készül rá az ember előtte, tehát 5 perccel előtte elmondom, mi lesz a téma, és akkor annyi. Tehát, hogyha valami olyat mondasz podcastben, amit nem akarsz, mint például az teljes adásba benne belerakni, akkor ezt ki tudod vágni utólag. Ezért szerintem jobb, hogyha ha nem streambe megy. De podcasten gondolkodtam. Hát, de gondolom egyértelmű, hogy jó, ez a podcast is Discordon folyna, tehát hogy... Igen. Egyébként kitettem a streamet Gaming Home-ra, szóval... Ó, köszönöm. Onnan is jött pár néző. Vannak egyébként, na majd erről inkább live után beszélek. Egyre több téma lesz a live után, és semmi nem lesz a live-ba. Na akkor, hogy ha egy téma, akkor akik Magyarországon 14 év felett vannak, tehát gimisek, vagy egyetemisták, középsúlyosok, stb. Nekik távoktatás van, nálunk is az van egyébként. Egy picit a hangomat lejjebb húzok, mert nagyon belemegy a sárga részébe. Úgyhogy, hogyha kicsit rezgett, amikor magas hangot adtam ki az évad. Mindegy. Milyen a távoktatás, és hogy tetszik? És Dani, neked hogy tetszik? Mit mondjak magának? Ez egy olyan kérdés, amit az ember szinte már napi gyakorisággal megkap annak az indokában, hogy nincs más téma, és valamit mondani kell a hogy vagyunk kívül is. De hogyha komoly véleményt szeretnél, akkor jó. Öljetek meg. Vannak jó részei, vannak kevésbé jó részei. Például nagyon jó része az, hogyha éppen olyan tantárgy van, ami nem köti le az érdeklődésemet, akkor van lehetőség a kamera kikapcsolására. Most szépen fogalmaztam meg azt, hogy ott hagyni a tanárt a halálba. Tehát tulajdonképpen vannak jó oldalai, és vannak kevésbé jó oldalai is, amikor például szükséges az, hogy konkrét kontaktus legyen a diák és a tanár között, mint például a munkaórán az, hogy prezentációt csinálunk a témáról, az nem megoldás szerintem. De nyilván ez egy kényszer megoldás volt, nem pedig választható. Igazából ez az egyetlen árnyoldala, amit fel tudok hozni, úgy igazából. Azt mondjuk el a nézőknek, azt mondom, hogy nekünk milyen is a távoktatás. Tehát nekünk reggel 7:30-tól délután 1:45-ig van Google Meet felületen megoldva. Úgyhogy aki azt mondja, hogy neki nagyon rossz a távoktatás, akkor gondolja át, mielőtt ezt Akkor leírja. együtt érzünk vele, együtt érzünk Egyrészt vele. igen, mert azért ez nekünk is. Ne, de Na, egyébként jó. van, akinek rosszabb, van, akinek rosszabb. Persze, tehát ennél Például rosszabb csak lehet. van egy ismerősöm, akinek például besűrítenek 9 darab tanórát egy napban, kivéve Hét is jó. pénteken, amikor tizet. És a lényeg az, hogy ők bizony még korábban kelnek, mert hogy ő konkrétan 6 órakor kell, és egészen 2:30-ig vagy 3 óráig ott van a számítógép előtt, és nem önszántából. Szóval azért az még durvább. Tehát mindig Igen, van az tovább, kész. és ahhoz képest mi még úgymond állott állapotban vagyunk, mert hogy Igen. igazából nekünk csak 7:30-kor kell felkelni, és már 1 órakor szabadok vagyunk. Még szerencsé, hogy nincs nulladik óránk. Jó, mondjuk ez a mi iskolánkban ez már Ilyenről gyanúsítható. ilyet én nem tapasztaltam egyébként még pár éves pályafutásom alatt, hogy nulladik óra. Az első órának az a lényeg, hogy első. Azt Tehát igen. elmagyarázni, hogy mit jelent az, hogy nulladik óra? Kérdés. Az első óra előtti óra. És az Jó, általában. erre mertem következtetni, de hogy ez alatt mit Tehát értesz? nekünk a nulladik óra az olyan volt, hogy egy osztályfőnök ki volt, mert egyszerűen a tanár nem tudta máshol beszúrni. Tehát, hogy gondolom mateket nem raknak, tehát inkább osztályfőnöki, ami nálunk legalábbis megszokott volt, hogy osztályfőnökit raktak be nulladik órára. Tehát most ezt így összefoglalom, tehát a tanár a 6 órában nem tudta beszúrni a saját órára, szóval csinált magának egy sajátot. Körülbelül, tehát, hogy
Se hetedik, se nyolcadik óra nem volt jó neki, mert vagy aznap nem volt jó, már nem ért rá akkor, vagy még volt minden óra, tehát hetedik is, nyolcadik is, és így tovább. És így ezért azt mondta, hogy jó, akkor legyen csütörtökön nulladik óra. Aha, értem. És akkor csak az nem 40 perc, hanem ott 7 óra 10-kor kezdődött nekünk. Ha van a nézőknek nulladik órával való, vagy nulladik órával kapcsolatosan tapasztalatuk, Akkor akkor... figyeljek már lecsetre, kíváncsi vagyok, hogy kinek mi a nulladik órájában, mondom, de kell ez az élmény, ahogy a kimaradtat, hogy az osztályfőnök, egyik nekünk fordított eset volt, neked azt mondod, nulladik óra volt, na nekünk meg olyat csináltak, még a régi iskolámba, amit most nem nevezek meg konkrétan, mert negatív emlékek fűznek oda, de a lényeg az, hogy ott meg azt csináltak, hogy 9. óráig ott tartottak minket, Jó. és azt mondják, hogy osztályfőnöki van. Az osztályfőnök, hogy egy átlátható képet kapjatok erről, azt úgy kell elképzelni, hogy osztályfőnökünk, kedves nőszemi, odaállt ugye a táblához, és elkezdett beszélni olyan dolgokról, ami vagy elképesztően alapvető, vagy olyan unalmas, hogy senkit nem érdekel. Mit kell ezzel alatt érteni? Elkezdte mesélni nekünk, hogy mennyire kell vigyázni a városban, hogy ne szálljunk be fekete autóba, mert kiszedik a belünket, meg nagyon kell vigyázni, hogy ránk ne essen egy oszlop, vagy el ne csapjon egy autó, mert ugye nagyon sokan halnak bele, és akkor elkezdenek sztorizni, hogy hallottam, a szomszéd olvasott egy cikket, amiben szó volt egy könyvről, amit a barátom mesélt, hogy ellopták a gyereket, meg hogy betörtek, meg hogy felgyúlt a ház, mert a gyerek, nem tudom, hülyeséget csinált, és akkor erről volt szó végig. Nem akarok félreértést kelteni, a tűzbiztonsági és az általános közbiztonsági szabályokat tényleg lényeges elmondani 3. osztályig. Azután teljességben felesleges, mert az emberek nagyobb része nem teljesen retardált. Tehát, hogy nem szükséges elmondani többször, szerintem, legalábbis nem szükséges ilyen mélységgel elmondani, főleg nem szorizgatásokkal egybekötve, ami tényleg csak arra volt, hogy ott tartson minket. Sőt, sokszor volt olyan, hogy mond, fenn kellett tartani az imidzset, hogy mi nagyon osztályfőnöki órázunk, és nagyon figyelünk, és azt a mindenit, de vigyázunk magunkra, közben pedig bent mobiloztunk az osztályban, csak azért, hogy úgymond a tanárnő ne kapjon ki az igazgató. Igen. És csak ennyi volt az osztályfőnöki, minden osztályfőnök ennyi, erről szólt, hogy... Erről szól. Ja, a másik szenárió, ami pedig nagyon gyakori, hogy mit tudom én, valaki kicsinált valaki véletlenül megtalálta simogatni az öklével a másik arcát, valaki esetleg, mit tudom én, tornaórán egy kicsit erősebbet ütött a Kelletlenül. kelleténél, és akkor nagyon fájt neki, szólt az anyukájának, aki szólt a másik anyukájának, és ketten szétrúgták a seggét. És akkor ebből keletkeztek konfliktusok, és akkor ezt beszélték meg órákon keresztül, hogy te milyen rossz voltál, te meg milyen szegény vagy, hogy téged megvertek. És ez az osztályból mindenkit kell, hogy érdekeljen, mert ha nem, akkor eretnek vagy. Szóval ez volt a másik téma az osztályfőnökéről. Másra nem tudok emlékezni. Évvégén szokott még olyan lenni, hogy melót adnak, mert hogy már annyira nincsen tanulnivaló. Nagyon sokszor van, hogyha, mit tudom, az iskola erős, csak diákok gyengek, akkor sokszor van, hogy évvégé utolsó pár hetében már konkrétan nem csinálunk semmit, csak ülünk a papírjainkon, és olyankor van, hogy munkát adnak nekünk. Na nem kell itt téglapakolásra vagy építkezésre gondolni, minimális fizikai munkára kell. Mit, hordjátok le a könyveket a pincébe, mert el fogjuk őket égetni, vagy akármit, tehát hogy ilyen alapvető munkákat, és akkor azt szoktuk csinálni órákon is. Sokszor az osztályfőnöki idézőjelben csak nem látjátok, az is erről szólt, hogy na akkor most visszük a könyveket. Vagy hogy Igen, felolvassa őket. ez nálunk is volt ilyen, csak ez nálunk nem év vége felé volt, hanem voltak olyan szombatok, amikor azt mondták, hogy jó, aki tud, az jöjjön, és akkor felsepregettük az iskola udvart. Volt olyan, egy könyvhordás, az nekünk is volt, mi fát is pakoltunk, 6. vagy 7. osztályban, már nem emlékszem, és a nézőknek, nektek volt ilyen fizikai melótok az iskolában? És neked volt? Igen, most mondtam, hogy volt. Ja, jó. Nem fejtetted ki túlságosan. Jó, én nekem tetszett, mert én szeretek dolgozni, tehát hogy Jó, ez... hát a cseten található cségémmel se fejti ki túlságosan. Ezt egy ahával leírta. Hát keresztül kombinálni. Pincében, igen, tehát látom ezt a suliban, akkor ez egy ilyen klasszikus módszer, hogy na, vigyétek le a pincébe, ott jó lesz. Azt nem tudom, egyébként a pincébe fekete lyuk van, vagy mit ünteti onnan a cuccokat, de a pincébe le kell vinni, és az ott jó van. Kész.
Megkéri Elon Muskot, hogy a szatellite küldje fel az űrbe. Igen, a pincében, ott van a titkos űrállomás. Igen. Na jó, ez abszolút hülyeség. Igen. Értük. Amúgy tudod, mire jöttem rá? Annyira unatkozok, itt pakolgatom ugye a... Igen, pakolgatom itt a Discord ablakot, mert valamit csinálnunk kell, kényszeres vagyok, és arra jöttem rá, hogy a Discordnak a kisméretes ablaka, az milliméterre pontosan megegyezik a YouTube-nak a lejátszó felületével. Tehát pontosan rá tudod helyezni a Discord ablakot a YouTube lejátszó felületére, anélkül, hogy lyuk lenne. Zseniális. Hát Üdv, akkor, Máté! hello Máté. Ez az a Máté, akire én gondolok? Nem tudjuk. Majd megkérdezem. Tudod, így live után. Az Máté! érdekes, hogy valamilyen indokból nem tudom megnézni azt, hogy a csatornára miért nem tudok rákattintani. Tehát, hogy itt hallgatni estére. Na, Na, igazi podcasterek lettünk, pedig annyira spontán az egész elkezd játszani, beszélgetni. Nézzük el, mondom, feljössz DC-re? Ha mondom, megyünk fel DC-re. Ezt elkezdtük dobálni, Igen, igazi igen. podcasterek lettünk. Igen, Hát igen. amúgy meg ebből lehetne rendszert alakítani, csak akkor egy kicsit jobban ki kell dolgozni. Na, nyilván. Ezt megbeszéljük live után még. Majd Ez én is nekem is tetszik. megjelenek az új light setup-ba. Azt mondtam Úgy, videó elején. amúgy gyerekek, nekem most Videó elején. egyébként a polcnak az égőit kéne beállítani, de nem, inkább most podcastelek, most az több kedvem van. Annyira szokatlan nekem ez a streameléses dolog, mert most is azt mondtam, hogy a videó elején, tehát a stream elejét akartam mondani. Tehát nem vagyok hozzá szokva. Mondom, hogy először csinálok úgy Igen, ilyet, hogy igen, saját igen. csatornára. Volt nekünk régen olyan podcastünk. Amúgy az kivel volt, mert én arról valahogy mindig lemaradtam. Vagy túl rövid volt, vagy valami probléma volt a streamen. Hát az a Stefán Bálint barátommal, a Ricsi barátommal és a Peti barátommal. Ó, nekik ez a nevük. Ó, szia, Stefán barátom. Ó, szia. Egyébként azok még fent vannak, mert most így elkezdett érdekelni hirtelen. A podcastek? Persze, Igen. fent vannak. Akit érdekel, három adást Milyen néven? csináltunk. Írva az, hogy csapat podcast. Tudod, Hát ez aztán kreatív. nagyon eredeti. Meg nem haragszol. Milyen eredeti? Kiadott valami Superman-t. Akkor az nem Ez mi az. eredeti? Ez mi eredeti? Akkor Várjál, annyit írja be csak, hogy ki csapat. streamelte? Ki Én streamelte? streameltem, de nem az én csatornámra. Ha nem. Állíts be filtert, írjál be annyit, hogy csapat, és akkor állíts be filtert. Mire? Hát tudod, ki tudod választani, hogy miket dobjam fel, csatornákat, videókat. Érted? Fú, megeszlek, de itt vágott, hogy az összes podcast, amit kiadott. Fú, várjál. Várjál. Nézzük csak. Aha, megvan. Igen, most Egy nagy elkezdünk. szöbetű, egy nagy sárga és fehér szöbetű. Tudod, amilyenek az online órákon lebegni szoktak? Mi a retek? Mi a retek? Egyébként az lenne, hogy éjjeli podcast. Nem lenne egy linket egyszerű küldeni, nem mindegy. De egyszerűbb lenne. Share, és akkor copy link, és akkor beillesztem egy pillanat. DC-n küldöm. Hopp, megvan. Hát akkor mindegy. Értem. Három podcastet csináltunk. Amúgy nem volt rossz. Az első adás az nem volt annyira jó. Ott a hanggal még problémák voltak, de szerintem a harmadik adásra már kicsit Hát belejöttünk. igen, itt mondjuk a Discord csodálatos világának köszönhetően nincsenek problémák, úgymond a hanga. Na, legalábbis remélem, mert hogy én téged hallak, és ez jó minőségű. Most, hogy te mennyire hallasz engem pontosan, azt nem tudom. Jó, neked is jó. Igen, tehát Lenni kapok. köszi, hogy annó megismertetted velem a Discordot. Egyébként nem tudom, most ez irgalmatlan hülye fog hangzani, ne üljetek meg, de rengeteget mélyült mostanában a hangom, és azt vettem észre, hogy ez a mikrofon nem adja át annyira mély hangokat, mint amennyire átadja, tegyük fel, egy mobil készülék, ami viszonylag realisztikusan adja vissza a hangokat. Szép magyar kerek mondat. Szóval mennyire mély most a hangom, vagy még mindig ilyen mikéngér hangom van, hogy éreztek, én vagyok a mikéngér. Mi kell ilyen hang Mennyire? kell? Na várjál, keresek neked még. Mennyire? Mennyire? Lehet, hogy Egyébként... szükséges. Mennyire mély? Na tessék, itt van a mi kell hang. Egyébként nem vészes, tehát hogy... körülbelül egy picit talán, nem tudom te mennyire hallod vissza az én hangom, nekem is egyébként sokat mélyült mostanság. De egyébként, hát ha most várj, vissza kell emlékezni a suliból egy mondatra, amit te mondtál.
Egy picit magasabb, nem sokkal egyébként. Tehát, hogy... Akkor magasít, arrák vigye. Jó, tesó. Nem vészes amúgy, tehát figyelj, aki nem ismer, az annak nem tűnne fel. De egyébként tényleg ma néztem meg az egyik, tehát egy, majdnem egy éves videóját, egy hónapon múlt vagy egy éves legyen. Hú, Azt ez nem volt kiszámoltad. egy értelmes mondat. Hát egy körülbelül meg karácsonykor adtad ki, érted, és egy hónap múlva az körülbelül karácsony. Kicsit több, mint egy hónap, mert még csak 20-a van. Na Nem, ez. hanyadika van? 21, hát. Ma 21-e van. Ja. Szóval azt mondod, hogy fura neked ez a stream formátum. Hát egyébként ezzel együtt tudok érezni. Ezzel teljességgel együtt tudok érezni, mert az embernek valamilyen szintű biztonságot azért az ad, hogy hát ha valami rossz történik, ha éppen nem tudom, pukizni talál egyet videó közben, vagy valami megbotlik a nyelve, vagy hülyeséget mond, akkor megfogja és a vágás hatalmával kiveszi azt a videóból, és a végleges anyagban nem lesz benne. És így úgymond nem fogja bosszantani a nézőt live-ban, viszont ha az ember hülyeséget mond, akkor lát, mindenki látni fogja, hogy hülyeséget mondott. Szóval meg kell gondolni, mielőtt az ember valamit mond, meg egy folyamatos ébben lét kell hozzá, ami fárasztja az embert. Igen, tehát egy videó közben, jó, nyilván videót se veszek fel, úgyhogy olyan fáradt vagyok, hogy beszélni se tudok. Pláne nem streamet nem csinálok úgy. De egyébként nagyon le tudja fárasztani az embert. Egy videóhoz képest sokkal fárasztóbb. És mert ugye, hogy az live elején is említetted, vagy hát nem pont az elején, de nem olyan régen említetted, hogy a hat dologra egyszerre figyelni, az fárasztó, igen. Kérdés Hát a... ha nem lenne elég, hogy három lámpa világít az arcodba, akkor igen. Péter küldött egy kérdést, vagy írt egy kérdést, hogy levite kopaszodsz már nem sértésből, nem csak voltam fodrásznál. Ja, értem, és levágta a hajadat, ahogy van. Neki ment a gépe. Tudod, a véletlenül nulláson hagyta a gépet. Bár nem. Véletlenül. Teljes véletlenségből. Aztán tudod, elvesztette az uralmát az eszköz felett. Így van. Szóval itt Nem. nekem ment, és így... Aaaaaah! Átállított rajta egy finyró. Így. Tereszkesedek betörőkbe. Egyébként meg láttam egy olyan képet, hogy valakinek úgy van letetoválva a feje. Ugye nagyon-nagyon vékony haja van, ilyen nem is tudom hány milliméteres, és egy olyan, mintha oda van tetoválva a feje, hát olyan, hogy a fűnyíróval mennek és nyírják le a haját. Nem, egyébként nem kapaszkodok, csak a az orvos. Orvos. Késő van már. 8 óra, de ma azért hosszú napon volt. Este van, már 8 óra. Szóval, igen. Igen. Na, térjünk vissza a témánkhoz, amit az előbb elkezdtünk. A sulis dolgokról kezdtünk el beszélni, hát akkor folytassuk a sulis dolgokkal. Szulis dolgok. Jó, hogy Lenne tesó. miről mesélni. Sokáig itt leszünk. Te mondtad, hogy fél óra játék, fél óra stream. Vagy az a... Fél óra játék, fél Igen. óra podcast, érted? Így van, így van. Nem vagyok, tehát hogy például ezért jó egy videó, mert ezt most simán kivágtam volna, és akkor. Úgyhogy ha lesz közös podcastünk, már pedig reménykedem benne, hogy lesz, mert szerintem tudnánk jól csinálni. De ezt majd megbeszéljük még. Ezt a mondatot gyorsan vod vissza. Jó, visszavonom. Köszönöm. De akkor is tudnánk ügyesen csinálni, szerintem. Mondom, vond vissza te. Jó, Ezt most így akkor... gondold át. Várjál, gondolkodjunk. Na mindegy. Majd meglátjuk. Mindegy. Egyébként nektek nézők tetszene, hogyha SD-vel lenne Hát, vagy nem csak SD-vel, podcastünk? Hát nem mert ő csak nem tud semmi nyilván. okosát mondani, de valami értelmes emberre. Sok barátod van neked is. Mert hát meg gaming honnan is sok ember van, szóval, hogyha valaki Igen, van. igen. Lehetne egy olyan adást csinálni, hogy tudod, csinálunk egy szobát, és akkor kijönni, hogy Hát aki... mindenki csinálni, van egy is, vagy 20 haver. Tehát, hogy Nem, de mindenféle akkor egyet átnevezsz, hogy aki beszélgetések. akar csatlakozhat podcast, vagy Amúgy még valami ilyesmit. már ha ennyit reklámoztatom magamat, akkor tegyél be egy linket a Gaming Home-hoz, és akkor, vagy teszek én, ha megengeded. Persze. És akkor úgy tudnak jönni a nézők, majd ha valami történik addig is. Jó. Úgy, Na, folytassuk a úgy. sulis témákkal. Milyen érdekesebb sztoriaitok vannak nézők, illetve neked SD, milyen sztoriaitok, sztorid van. Jó, hát abból sok van. De Az a amúgy... baj, hogy
az a baj, hogy az olyan emlékek maradnak meg, amik negatívak, Az biztos. amit nem feltétlenül jól beszélni, mert ha még most is elkezdem mesélni, még mindig rosszul fogom magamat érezni. Szóval ilyen vicces sztorikat kéne, ahol vagy nem engem bántanak, vagy nem bántanak senkit. Utóbbiból kevés van. Szóval. Általában a sztoriban mindig bántanak valakit. Hát, na, igen, a negatív emlékek azok megmaradnak sokáig az Igen. emberben. Sokszor nálunk például nagyon nagy divatja volt annak, hogy amikor kicsengettek, akkor azonnal mindenki elkezdett kifutni a folyosó és játszani. Mindenkinek ugye ott volt a mobilja rajta, a játék, és egyébként a játéknak is trendje volt mindig, tehát volt a Soul Knight trend, volt egy ilyen Minecraft trend, utána Terraria trend, és akkor végigmentek ezek a hullámok, és mindig volt a menő játék, amit éppen mindenki játszott. És hogyha nem voltál benne a csapatban, akkor fű, öcsém, te aztán béna vagy. És egyébként külön csapatokra osztottak. Voltak azok, akik folyton változtatták a játékok között, és a legolcsóbb cuccokat is letöltötték. Meg voltak azok, akik úgy eljátszottak mindig egy játékkal, amiben úgy értelem is volt. Vagy 2020, vagy úgy Among gondolták, hogy volt benne értelem. De én például így vittem ki a Terráriát mobilon, Us. hogy minden nap játszottam a suliba, és minden szünetben kicsengetek, már a kezem volt ott a Terrária, és már futott a szerver. És azzal játszottunk tovább. És abszolút kimaxoltam egyébként a karaktert, amit lehetett abban a verzióban. Lehetne Szóval, csinálni egyébként Among Us streamet. Tehát, hogy akár az azt osztályból lehetne, csak páran. ahhoz 10 ember kell, hogy érdekes legyen. Hát 10 figyelj, felnőtt, most figyelj. felnőtt, nem is felnőtt, hanem normális ember. Értem, most figyelj, hát nézzünk most 5-ön, de az előbb 10-en is volt, voltak, akik néztek, tehát Jó, volt. csak a nézőknek lehet, hogy mennie kell, és akkor nem stabil. Tehát úgy értem, hogy videós oldalról kell 10 ember. Ja, Azt nehéz értem, összeszedni. értem. Igen, az nehéz. Az úgy érdekes lenne tényleg, hogyha tudod, így DC-n így mind a 10 Így ember. van, hogyha DC-n bent vagyunk egy nagy csapatban, és 10 vagyunk. Na, az úgy nagyon érdekes. Igen. Így annyira nem. És a magazban biztos érdekesebb lenne. Mert azért egy Asphalt 8-nál nem tudsz annyira mit kommentálni. De az Among Ú, de neki mentem a falnak. Ú, már megint felrobbantam. A francba. tudod, Among Us-ban impostor vagyok, némítom magam DC-n, és akkor én még közben röhögök rajtatok. Hogy haha, megöltem mindenkit, haha. Ott a csonka, néma, haha. Csak az, hogy impostor vagyok, akkor vagy engem szavaznak ki először, vagy másodjára. De pozitív a hozzáállás. Amúgy. Az összeállítás, amit a múltkor küldtél, az... Amúgy meg ez a stream, az Among Us streamel egyébként vannak ilyen érdekességek, hogy mondod, hogy lenémítod magad a Discordon, de a streamben még hallani fognak. Hát ez az a vicces, hogyha valami történik a billentyűzeten, ne adj Isten a Discordon, és nem némítod le magadat. Na akkor tesó, azt megszívtad. És volt egyébként erre egy ilyen streamer példa, hogy Among Us hozott, és akkor elmondta, hogy hú, ezek már nagyon jól hallanak a taskokkal, gyorsan Tudom, meg kéne tudom. ölni valakit, és erre hallott tesó, nem vagy lenémítva. Hát az gond, és kiszavazták azonnal. Igen, azt láttam. Csak megint eltértünk a témánktól. A sulis sztorik. Meg a levegőm is áttért tőlem. Tornaóra, na, neked milyenek voltak? Ez szerintem érdekes. Vagy negatív. Hát ahhoz főleg negatív, tehát tornaóra nekem mindig a halállal jelentett egyenlőtt, szóval inkább mesélj erről te. Tehát akkor neked a tornaóra az az ősz is a tél. Jaj, de viccesek vagyunk, júj, irodalomutalás. Ja. Na, egy órája már lassan megy a stream. Még 10 perc kell hozzá. Mert egyébként Te komolyan hét... erre mész? Tehát, hogy versenyző, ez az megvan az egy óra, ez az most már Tudod, és igazi akkor egy... streamer vagyok. Nem. Hát de ezzel foglalkoztam a témára. Na, hát nekünk a tornaórák az körülbelül ugyanolyan volt, mint ami most van. Csak sokkal-sokkal, vagy ha nem is sokkal, de azért nem volt ennyi. Tehát azért tanár úr velünk sokat foglalkozik most. Tehát a lényeg az, hogy sokkal gonoszabb most, igaz? Nem sokkal, de egyébként egy picit. Nem gonoszabb, de tényleg egy picit nagyobb az elvárás. Jó, de ez különben érthető. Én azt gondolom egyébként, hogy a torna alapvetően, hű, most hátba szúrom saját magamat, de egyébként a tornaóra nem rossz dolog, csak hogyha olyan keretben, olyan köntösben adják elő, vagy olyan torna tanár adja elő,
aki a fejedet akarja leharapni, akkor annyi kedvet se lesz megcsinálni. Mert a gyakorlat eleve nehéz is azt igényli, hogy te mozogj, meg izzadj, meg mit tudom én, mit csinálj, és benne legyél a gyakorlatban. De ha még ott áll fölötted valaki, aki azt ordítja, hogy nem tudod megcsinálni, gyorsabban csinál, akkor nem lesz több motivációd megcsinálni, sőt, fel fogsz állni, és ott hagyni az egészet. Mert hogy nem, tehát ne ordibáljon felettem senki. Pont, hogy motiválni kéne. És egyébként a tornatanár egyáltalán nem egyenlő az edzővel. Az edző, te neki fizetsz azért, hogy ordítson rád. A tornatanárnak én nem fizetek azért, hogy ordítson rám. Azért fizetek neki, ha egyáltalán fizetek neki, hogy rávegyen arra, hogy megcsináljon, de alázatosan vagy kedvesen. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy az elvárás kell lejjebb tenni, csak az előadásmódon kell változtatni. Kicsit diplomatikusabbnak kell lenni. Velem lehet beszélni, de ordítani nem. Kérdés közben gondolkodok a podcast dolgon. Discordon van késés? Tehát mint úgy, mint mit, hogy ilyen egy másodperc, tehát mint az énekóra múltkor. Egy másodperc nincsen, de egyébként írja. A hang csatlakoztatva, ha rámutatsz a mellette lévő kis zöld jelre, akkor kiírja, hogy hány millisekundum késés van. Vagy hogy mennyi a pinged, úgymond. De nem olyan vészes, tehát mitten azért az énekóra, az nagyon kóros volt. Itt tavaly az online oktatásban a tesi úgy zajlott, hogy feladta a tanár a face-en a feladatot, és aki akarta megcsinálni, aki akarta nem, semmi nem kapuk érte. Na látod, Péter, egészen hasonló szituációban vagyunk mi is, mert hogy megkaptuk a feladatot. Csak mi nem face-en kaptuk. De gyerekek, meglepetés jön, figyeljetek, nem történt semmi, senki nem csinálta meg. Én egyet csináltam, még most a heti még hátra van. Még valahogy nem tudtam magam rávenni, de ilyen folyamatban van. Érdekes egyébként, na, nem rossz, tehát a tornaórának tényleg van értelme, ha már úgy nézzük. Tényleg? Na hát te is ezt mondtad. Csak máshogy fogalmaztál. Mindegy. Tehát, hogy tényleg mi nem azt mondjuk, hogy rossz a tornaóra, sőt, nekem tetszik így, ahogy van, tehát én ezen annyira nem változtatnék. Na de mindegy. Most ugye, ahogy nekünk megvan oldva, ugyanúgy, hogy Péteréknek volt tavaly, csak... Nem, fészem van fent, nem Classroom-ba. Küldött a tanár úr három videót. Tehát küldött már fotót, és nagy meglepetés, senki nem csinálta meg, vagy aki megcsinálta, az is, mert nem volt jobb dolga. Igen. Hát én tiszta lappal játszok, én nem csináltam meg, és nem is valószínű, meg fogok csinálni. Tehát, hogy nem. Neked melyik a kedvenc tantárgyad? És nézzük nektek, melyik a kedvenc tantárgyatok? Nagy a klasszikus kérdés. Hát ha már suli, akkor... Vagy melyik volt az előző suliban az a tantárgy, amit a legjobban utáltál, és melyik volt, amit a legjobban szeretett? Tehát tudod, van egy olyan óra, ami tudod, hogy mondjuk negyedik óra, és akkor harmadik óra elején már mondod magadban, hogy jaj, következő óra ez lesz, jaj, nem akarom, és többi. A kedvenc óránál... Torna! Félek a délután. Azokrántól nem féltem annyira, mint a tornától. Az első pár, tehát és ugye nekem úgy volt, hogy negyedik osztályban átkerültem egy városi iskolába, ahol abszolút nem ismertem senkit, és gonosz ukránok vettek körül, és jól megvertek. És a lényeg az, hogy egy nagyon-nagyon szigorú ukrántanárt kaptam az első két osztályomban, na, aki aztán hát gatyába rázott minket, a lényeg az, hogy ő direkt ilyen modern ukránt beszélt, aki még az anyanyelvű ukrán sem tudott megérteni gyakran. Nem, hogy én. Aki szegény bekerült egy abszolút, egyébként magyar iskolába, ahol egyébként mindenki ukrán volt az osztályból, én voltam azt hiszem az egyetlen, vagy a második anyanyelvű magyar, és egyébként az ukrán tanár meg tudott magyarul, de direkt nem beszélt, tehát nyilván a gonoszságot van mögötte, de a lényeg az, hogy nagyon-nagyon szigorú volt, és nagyon-nagyon igyekezni kellett rá, mert ha nálam bármit hibásan csináltam meg, egyes, megbuktál, ma megint megbuktál, egyes, szóval ő nem kímélt meg minket, és a lényeg az, hogy ő úgymond szigorú volt, és azt az órát nem szerettem, de a tornaóra még mindig rosszabb volt. Tehát egyszerűen nem tudom nekem, ezért ős ellenség, hogy már a kezdetektől utáltam. És az ukránhoz is inkább adaptálódtam, és hát nem mondja nem senki, hogy a folyékonyan beszélek ukránul, de egy minimális ukrán tudást elsajátítottam. És ahhoz inkább adaptálódok, mint hogy futkosni kell egy gumiteremben, mint valami kötözött bolondok. Na, ez az én véleményem, öljetek meg. Tehát, hogy a nyelvtanulás az neked pont emiatt volt könnyű, mert körbevet, és tudta gyakorolni a nyelvet. Hát nem is az, hogy körbevett, de hogy
Inkább tanulok ukrán, mint hogy futgassak. Ha Hát meg a választani másik. kellene, a válaszoltam a, úgymond arra a kérdésedre, hogy melyik volt a legutáltabb tantárgyam. Hát a torna. És melyik volt Mert pedig az ukrán. melyik volt az az óra, amit, tehát hogy például negyedik óra volt megint, csak mondjuk egy keddi napon, nem egy hétfői napon, és már a harmadik óra elején azt mondta, hogy jaj, de a következő gyorsan elmegy, mert az tök jó, és mennyire szereted. Kedvenc tantárgyat nem tudok mondani, mert ha tudnék mondani, valószínűleg abban az irányba voltam volna. Nem tudom. Fonzanak a reál tantárgyak. De a humánnal sem vagyok rosszban. Kivéve azzal, amit magolni kell. Igen, Azt a nem magolás szeretem. az nem. A törével például ritkán voltam jobban, mert hogy a sok dátum engem megöl. És akkor De a lesz matekot neked is a... például... Vagy hogy közös szó, de lesz neked is a töribe egy dátumod. Jó. Tehát a reál, meg úgy vagyok, hogy ha értem, akkor jó. Általában értem. Ha nem, akkor nem szeretem. Na hát igen, én is Na, inkább nagyon arra... ritkán van olyan téma, amit nem értek. Neked ezekre a kérdésekre mi a válaszod? Fejtsd ki. Nekem az az óra, amit én annyira nem szerettem, nekem olyan nem volt. Vagyis hát, na, én inkább az ukránnál voltam így, hogy most már nem, most már az ukránt is jobban szeretem, de tavaly évben, hát nem azt mondtam, hogy nem azt mondom, hogy nem szerettem az ukránt, de nem... De azt mondod. Nem tartozott azok a tantárgyak közé, amik úgy... Nyilván ez tanárfüggő, és szerintem, hogy egy tanár mennyire magyarázza, és hogy hogyan, és miért az órája, mert egy vicces tanárnál szerintem, aki játékosan adja át az anyagot, sokkal szívesebben veszel részt az órája, mint egy olyan, aki azt mondja, hogy írjátok be a dátumot, és lediktálja az anyagot, és akkor kövi órán 10 perces, és akkor megértje a De verseket, és tudod, ez leszes. nem kicsit tanárfüggő, Hanem hanem nagyon nagy. teljes mértékben. Na hát nyilván, meg azért az ember érdeklődési köre is, érted? Tehát, hogy egy reál tantárgyat jobban megtanulsz, hogyha azt jobban Hogyha szereted. nekem a mostani töri tanárunk, akit nyilvánvaló okokból nem nevezek meg, úgy elő tudta adni nekem a történelmet, hogy én azt megértsem, sőt érdekeljen és kérdezzek úgy, hogy én világéletemben utáltam a törit, akkor szerintem a tantárgynak az előadása szinte teljes mértékben a tanártól függ. Na, egy minimális tanulói mentalitás függvénye is, de bőven túlnyomó százalékban a tanár függvénye. Érted? Értem, Na, értem. legalábbis szerintem. Mert hogyha nekem úgy át tudta adni, mint egy törőtállalónak azt az anyagot, hogy érdekeljen, akkor szerintem bármit elő lehet. Na, hát igen. Tehát, hogy én az előző sulikban is nagyon szerettem a törit. Tehát, na, nem nagyon, de szerettem. Tehát nem volt az, hogy töri óra, akkor jó, nem. Tehát az nem tartozott azok a tantárgyak közé, mely órán nem vettem részt. Szerettem az előző tanáramot is, és a mostanit meg végképp szeretem, tehát hogy itt is bebizonyosodik az, hogy mennyire is tanárfüggő ez a dolog. Hát igen. De a törít az ugyanúgy tanulom, mint tavaly, tehát tavaly is tanultam, meg idén is. A mateket szeretem, és komolyan nem viccelek, múltkor matek dolga közben, mikor kijött az eredmény, ami egy volt, komolyan mondom, megmosolyogtatott a matek példa. Ez a, tudod, a színusz-koszusz összefüggésekben volt a dolgozat a múltkor. Miért te... Lázott, nem mert. Miért te meg most érted azt a témát, amit most tanulunk? Hát ez még nekem még egyelőre nem megy, algebrából. Nem mennek a függvények, tesó, nem már. Hát majd... Na hát akkor csinálunk egy gyors talpaló matek órát a podcastből, gyerekek. Vegyétek elő az alpokat, egy ceruzát magatokhoz, írjátok be a dátumot. Ne felejtjétek kockás lapkán, nem vonalas. Aki vonalasban ír, egyest kap. Na jó. És a következő streambe dolgozat. Így van. Na jó, jó kezdek van, jó, tetszett is ez a podcast dolog. Ezzel fel szeretnék. Kell készülni, tesó. Hát Mindig fel. Azon, hogy téma szűkébe vagyunk. Most főleg, hogy ez nagyon spontán jött, tehát hogy most aztán végképp. Yep, exactly. Streamből podcast lett? Hát igen.
Úgyhogy Well, yes. át fogom írni a Rendezd be streamet valami azért. rendes podcast hátteret, mert az ajtó meg a csillár is gyönyörű, de... Tudom, podcast háttér nem lesz. A podcast és szerintem azonnal a legjobb, ha nem lenne benne az arcunk. Bár ezt még meglátjuk. Én azt mondom, hogy ezt még meglátjuk. Ezt még kiforja magát, és ha úgy döntünk, akkor valószínűleg hamarosan várhatóak közös, illetve más youtuberekkel, illetve más emberekkel is podcastek. A következő stream időpontja nem tudom mikor lesz, de szerintem ebből fogok csinálni egy rendszert, mert egy streamet elkészíteni nehezebb is, de könnyebb is, mint egy videót, mert a videót meg kell vágni, fel kell venni, arra azért valamennyire készülsz, és nyilván streamre is, de Csak ez... rendezd be egy hátteret, könyörgöm. Jó, nyilván, az meg lesz, az meg lesz. Most még egyelőre nem volt arra mód, hogy a Nikont hozzá tudjam kötni a géphez, de a következő... Majdnem azt mondtam, hogy órára, de streamre az meg lesz. Fú, vagy utánira, majd igyekszek ezzel foglalkozni. De egyébként, ahogyha legközelebb lesz lehetőségem szerepelni, akkor lehet, hogy én is kamerába fog jönni, és akkor... Szép Ezt meg tudnánk úgy oldani, hogy DC-n? Igen, teljes mértékben. De úgyhogy OBS-sel veszem fel az egészet. Igen, hogyha a Discordot beveszed, mint egy forrást. Aha. Sima ügy. Sima liba. Értem. Na, akkor azt majd megoldjuk. Hát akkor, akkor lehetséges, hogy akkor úgy lesz. Arra gondoltam egyébként, hogy akár felvehetjük külön-külön a két felvételt, és egybe vágni majd utólag. Tehát mikor te beszélsz, akkor te vagy a videón, amikor én beszélek, akkor meg én. Benne lehetnék mind a ketten a videó. Na, ezt nem értem. Az például a másik, tehát akkor megoldjuk, úgyhogy ketten legyünk a hát videó. Hát úgy gondoltam. Akkor úgy lesz. Ha lesz. Ámen. Na jól van. Mindenkinek további szép estés. Jó videós vagy, Levi, csak itt tovább. Nagyon szépen köszönöm. Ezt még felolvastam, mert írtátok, és akkor ha akinek még van valami kérdés, ami 2 percet várok, és akkor aztán zárom a streamet. Meg ha valakinek van valami visszajelzése, akkor azt is szívesen várom. Meg esetleg, hogyha lehetek Várjuk, ennyire... bocsánat. Hogyha lehetek ennyire elképesztő pofátlan, akkor esetleg megkérdezem, hogy esetleg néha felosztatnánk, hogy melyik csatornán van. Jó. Vagy olyan is mehet, hogy párhuzamosan megy. Bár mondjuk annak nincs sok értelme. Hogy néha az én csatornámon, néha úgy. Nem, az úgy nem. Igen, mert akkor érted, hogy ha van például az osztályból valaki, akkor az annak ott döntenie kell, hogy most melyik csatornán nézze meg. Jó, mondtam, azt visszavontam, hanem hogy néha itt, néha ott. Értem, értem, igen. Na, az úgy sokkal jobb lesz, néha itt, néha ott. Ha lesz, még mindig. Ha lesz, igen, mert az sem biztos, hogy soha többet megjelennek, szóval, hogyha soha többet nem jelennek meg, akkor sziasztok, srácok, és meghaltam. Sziasztok, srácok, én nem mondok neveket vagyok. Tragikus halált haltam. Ja, levíts még valami. Igen. Rendezd már egy háttért, köszi. Rendben, berendezek egy háttért, és szívesen. Egyébként azért bújtam oda a mikrofonhoz, mert Dani, akarom mondani, SD is ezt csinálta. És hogy te meghalsz. Tudósztani után végem lesz. És itt is eszembe jutott egy iskolás sztori. Úgyhogy majd ezt inkább hagyjuk. Amúgy tényleg kéne vágy, hát úgy elevelte, hogy megmondtam. Na, akkor megkérlek minden hét embert, aki itt van. A tép mögöttem áll. Odin is with us. Jó, lesz háttér. Következő streamre megcsinálom. Ki legyen írva párna betűkkel, hogy podcast, oké? Okay? Tudod, vagy valami monitort a háttérben. Jó, azt majd még kitalálok, és akkor kijöjjön. Na, valami ezt tetszik, podcast. Ezt tetszik, ez jó. Csak nem tudom, hova fogom rakni a monitort. Tehát, hogy jó, nyilván nem a plafonra tesszük. Igen, nem a fal lesz a háttérben. Azt majd még kitaláljuk. Viszont... Akkor tudnék hátteret csinálni, ha nem OBS-sel csinálnánk. Akkor tudnék normális, akkor tudnék úgy egyből mondom, hogy jó, akkor úgy. Tehát most is ez tudtam. Hogy érted, hogy nem OBS? Majd elmagyarázom, de most is tudtam volna, hogyha a laptopomnak nem a beépített webkameráját használom jelenleg. Az OBS tudja a Nikon kameráját használni. Csak kell hozzá egy program, ami nem szupportálja nem az enyémet. Nem kell hozzá programhoz.
Hozzádugod egy Type-C-s kábelt, vagy displayes, vagy HDMI-t, nem tudom pontosan, azt le kell tesztelni, és fel fog is menni, mint videórögzítő eszköz. Igen, Biztos. Nekem még nem sikerült. Szinte biztos, Na, nagyon a sokan stream után használják. akkor próbáljuk meg. Én azt Oké. mondom, nekem még az nem sikerült. Jó, hát egyre többen lettünk, tehát hogy 3-ra felugrottunk 7-re, most már csak 6-ra. Úgyhogy... Voltunk 9-en is. Igen. Benézett még Regina, meg Ádám is. Na. Igen, Dorian is itt volt. Ja, igen. Jó, hogy nem említünk neveket. Főleg egyesekét, nem? Ja, igen. Na mindegy. Erről inkább nem mondok semmit. Ez Szóval... lassan egy mém lesz. Igen. Szóval nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Ha tetszett a stream, akkor dobjatok le egy lájkot, és ha tetszik a csatornám, akkor iratkozzatok fel, szokásos videó végi kiköszönés. Következő stream lesz, mert úgy látom, hogy a visszajelzések alapján, amiket írtatok live alatt, hogy tetszett, úgyhogy kialakítok ebből egy rendszert, legalábbis igyekszek, és remélhetőleg sikerülni is fog ezt a rendszert tartani. Köszi, hogy beolvastad a kommenteimet, szívesen, Ádám. Úgyhogy még egyszer köszönjük a figyelmet, nagyon szép estétek következő streamben, vagy videóban, vagy mindkettőben. Találkozunk, addig is legyetek jók, és sziasztok! Hello, sir. Lépjél már ki légy a hívásba, és majd visszahívlak. Na végre, ember, jókor megy a net. Ja, akkor hello! Timing! Hát akkor... Sziasztok! Azért vagyok itt, hogy áramcsom a live-ot. Ciao!